csak hogy ez egy ilyen fordulat, csak amikor akár milyen kérdés, akkor egész nyugodtan tudjuk fel. The main thing is you learn about bourbon. Az a lényeg, hogy tanuljanak a bourbonról. We're going to start off by telling you a little bit about the history of my family and the history of our company, Jim Beam. Azzal fogjuk kezdeni, hogy beszélt egy kicsit a családom történetéről, és egy kicsit a cégnek a történetéről, és magáról Jim Beamról. So it goes back to 1795. When Jacob Beam, who was a miller of grain, he ground grain for farmers, sold his first barrel of whiskey in 1795. Jacob would take payment for grinding the grain in part of the grain that he ground for the farmers. Jacob azért fogadott el fizetést, hogy leművelte a gabonafélét. With this grain that he got, he made whiskey. Abból, amit ebből nyert, abból csinálta a whiskyt. The reason being, it was easier to store the liquid than it was the ground up grain. Ennek az volt az oka, hogy sokkal könnyebb volt tárolni magát a folyadékot, mint ugye az üzemben. Soon, the whiskey business was more profitable than the grinding of the grain. Hamarosan a whiskey business az sokkal jobban megérdezett neki, mint maga a maló. That's when our family started making whiskey. Akkor döntött el a családunk, hogy whiskey fogunk csinálni. Jacob's son, David Beam, followed in his father's footsteps and moved the operation closer to the new railroad that was coming through Kentucky at that time. Jacob fia David volt az, aki magát a gyártáshoz közelebb vitte az új vonalfonalakhoz, amit ugye akkoriban érték el Kentucky. You know, at this time, this was the early wilderness of the United States. Kentucky, where we live today, was not an established state yet. Ekkoriban ugye még kicsit volt helyzet uralkodott az USA-ban, és Kentucky még nem volt egy fixen megalapított állam. David's son, David M. Beam, followed in his father's footsteps, continuing our family tradition of making bourbon. David fia, David M. Beam pedig követte az ő apjának a nyomdokait, és folytatta azt a tradíciót, hogy whisky készít a család. They called the bourbon back in those days Old Tub. A bourbon abban az időben Old Tubnak hívták. And Pebble Ford. And Pebble Ford. Kavics folyadék gyakorlatilag. This operation continued on until, you know, the next generation, the fourth generation. Ez a működés a következő generációig folytatódott, a negyedik generációig. James Beauregard Beam, or Jim Beam, came into the business. James Beauregard Beam, vagyis Jim Beam, lépett akkor be a businessbe. No, he was the fourth generation of Beam family members to be involved in the production of bourbon. Ő volt ugye a negyedik generációjú Beam, aki már beszállt magából a whisky üzletbe, és a Beamnek a gyártásában. He's probably the most famous of our family members because his name is the one on every bottle of the world's number one selling bourbon today. Valószínűleg a családok közül ő a leghíresebb, hiszen az ő neve van minden egyes whisky süvegen, amit eladnak. You know, during Jim Beam's reign as the head of the company, the dreaded prohibition came about in the United States. Jim Beam alatt volt az, hogy bevezették Amerikában ugye az alkohol tilalmat, ami egy komoly problémát okozott. Our government in the United States thought that if they would get rid of all beverage alcohol, it would solve all of the social problems plaguing the United States in the early 1900s. Az Egyesült Államok kormánya azt gondolta, hogy ha betiltanak minden alkoholt, és minden alkoholt használ munkat, az megoldja az összes szociális problémát az akkori Amerikában az 1900-as évek elején. As we all know, it did not work. All it really did was kill the bourbon industry. The reason I say that is the bourbon was being produced in the United States in that time, Kentucky. They shut all operations down. Ezt azért mondom, mert ugye akkor bourbon csak Amerikában és csak Kentuckyban gyártottak, és teljes mértékben leállították az ipart. But history shows that during this prohibition era, 20 years,
other forms of beverage alcohol flourished in the United States. Ugye történet megmutatja, hogy ebben a 20 éves tilalmi időszakban másféle alkoholos italok pedig betörtek a piacra és fejlődtek. If you look along the northern tier of the United States, Canadian whiskey is still very popular today because it was being smuggled in during Prohibition. Hogyha az északi területeket nézzük Amerikában, akkor például tisztán látszik, hogy a kanadai whiskey a mai napig nagyon-nagyon kedvelt, hiszen azt csempészték át a határon. If you look along the eastern seaboard, New York, Pennsylvania, New Jersey, Scotch was being smuggled in. And it's still popular today. Ha a keleti partot nézzük, mint például Pennsylvania vagy New York, ott ugye a Scotch az, ami rettentő híres és kedvelt, mert oda azt tudták becsempészni. Rum from the Caribbean was being smuggled in along Florida, South Carolina and North Carolina. Floridán és körülön déli és Észak-Karolinán keresztül pedig ugye a rum jutott be a kajitákról. And down along the southwest border, tequila from Mexico was being smuggled in. Délnyugatról a tequilát Mexikóban csempésznek el. Today these spirits still have strong markets in those areas where it was being smuggled in during the Prohibition era. Ma ezeknek az italoknak még mindig nagyon erős piac van ezeken a területeken. But they shut the bourbon down. Jim Beam, during this 20-year period, tried his hand at some citrus farming, growing fruit. De ugye a bourbont leállították, hogyha Jim Beam megpróbált más iparba belenyúlni, mint például gyümölcstermesztés. He tried a little bit of coal mining, digging coal from the ground. Megpróbálta magát szénbányászatban. And some rock quarry business there in Kentucky. És próbált kőfejtésből is megélni ott Kentuckyban. None of these businesses did well because he was a bourbon maker. Egyetlen is üzlet sem működött, hiszen egy bourbon készítő volt. But the day Prohibition was repealed, Jim Beam applied for another license and started back where we are today. De rögtön azonnal, amikor visszavonták a tilalmat, ő azonnal kérvényezett egy engedélyt, és onnan folytatta, ahol most tartunk, vagy azt kezdte, amit ma folytatunk. With the help of his son, T. Jeremiah, they brought the business back up and back in, brought our family back in business in 120 days. A fia segítségével, T. Jeremiah-val visszahozták az üzletet 120 nap alatt. I always think that's an amazing accomplishment for a man that was 70 years old at the time. Mindig azt gondoltam, hogy ez egy hihetetlen eredmény egy olyan embernek, aki akkor 70 éves volt. You know, T. Jeremiah, Jim Beam's son, had a vision to take the products around the world. T. Jeremiah-nak volt az az álma Jim Beam fiának, hogy ő ezt a terméket szeretné az egész világnak eljuttatni. He developed the Jim Beam label after his father passed away in 1947. T. Jeremiah Beam did not have any children. So when he looked to bring another family member into the business, he had to look to his nephew, Booker No. T. Jeremiah nem volt egy gyermekei, így amikor el kellett dönteni, hogy ki az, aki belesz az üzletbe, kénytelen volt az unokatestvérét nézelődni, és így jött a Booker No. T. Jeremiah's sister, Margaret, had married Booker No. T. Jeremiah nővére, Margaret volt az, aki Booker No-hoz hozzámett feleségül. Their firstborn son was named Frederick Booker No Jr., that's my father. Az ő első gyermeküket nevezték Frederick Booker Jr.-nak, és ez ő az édesapja. At the age of 21, my father came into the business and worked there for over 50 years. 21 évesen az apja becsatlakozott az üzletbe, és több mint 51 évig dolgozott benne. He produced the Jim Beam Bourbon, the Jim Beam Black, and many other products. Ő foglalkozott a Jim Beam Black-kel és sok más termékkel. But one thing that he did for the whole bourbon industry in 1987 was develop the super premium category of bourbon. Az egyik dolog, amit ő hozzátett az iparhoz 1970-ben, hogy kifejlesztette a super premium kategóriáját a bourbonnek. With the release of his Booker's Bourbon, Knob Creek Bourbon, Basil Hayden Bourbon, and Baker's Bourbon, that created the whole super premium line of bourbons around the world. A Booker's Bean Bourbon például jó példa, ez volt az special whiskey, amik alapot adtak ennek a super premium kategóriának. When my father looked to bring another family member into the business,
He only had one choice. Amikor az ő apjának kellett eldönteni, hogy ki az a családtag, aki bevesz az üzletbe, egyetlen egy választása volt. That was me, because he only had one child. Hát ő volt, hiszen egyetlen egy gyermeke volt. But my father had one rule for me. De apának volt egy szabály velem szemben. I had to finish college before he would allow me to come to work for him. El kellett végeznem a főiskolát, mielőtt mellette dolgozhattam. He never finished college, and you know how fathers want their sons to do better than they do. Ő soha nem végezte el a főiskolát, és ugye az apák mindig azt akarják, hogy a fiúk jobban teljesítsenek, mint ők. After 8 years and a lot of my father's money, I finally got out of college. 8 év után is nagyon sok segítséggel az apja pénzéből végre befejezte a főiskolát. And they put me to work, night shift, bottling line, supervisor. És berakták őt az éjszakai üzembe, mint pedig az idegező részlegre, mint supervisor. Not a very glamorous job for Jim Beam's great-grandson. Különösebben nem egy fényes munka Jim Beam unokájának. But my father had a way of starting me at the bottom and making me work my way through whatever I did. De az apjának a módszere az volt, hogy az alján kellett kezdenie, és végig kellett dolgozni minden egyes lépcsőfokon. Now I've been at Beam right at 30 years. It's been a good stay for me, from bottling to production to distillation to what I'm doing today. 30 éve foglalkozik a Jim Beam-mel, és gyakorlatilag az üvegezéstől kezdve a főzésen át mindent csinált, Edison Berg, amit ma tesz. When my father hit 70 years old, he retired and he started me off traveling around the world promoting our brands as the bourbon ambassador. Amikor édesapja 70 éves lett, akkor visszavonult, és elindította őt világkörüli útján, hogy promotálja a márkát, mint a bourbonnek a világnagykövete. 4 years ago I was made master distiller, and my picture added to the side panel of all of the Jim Beam bottles sold around the world. 4 éve lett ő is master distiller, főzőmester, és az ő arcképe is van most már az üvegeken. It's a great honor for me to see my picture on the side of those bottles all around the world. Számára hatalmas megtiszteltetés, hogy az ő arca ott van ezeken az üvegeken, amik az egész világba eljutnak. I only have one choice, bringing the 8th generation into this business. Neki is egyetlen egy választása van, hogy ki lesz a 8. generáció. I have one son, one child. Egy fia, egy gyermeke van. Frederick Booker Noe the 4th. Frederick Booker Noe a 4. He is finishing college next month. Ő következő hónapban fogja befejezni a főiskolát. It only took him 6 years to get out. Neki csak 6 évig tartott. So he did better than his old man. Úgyhogy már jobban teljesített, mint az édesapja. He will start in January. Januárban fog kezdeni. So we have an 8th generation set up to take over this business when I finally retire. Úgyhogy a 8. generáció már ki van szerelve, hogy átvegye az üzletet, amikor ő visszavonul. That's the history of Jim Beam. If you need a little review, you can look at the side panel of a bottle of Jim Beam and you can see all 7 faces from Jacob to me. Ez a rövid áttekintése a Jim Beam történelmének, hogy esetleg kéne egy kis emlékeztető, az az üveg oldalán megtalálható, mind a 7 arccal a Jacobtól kezdve hozzá, egészen hozzá.